Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. A kezdőkör fő címe meglehetősen retro feelinget sugároz. Nagyon szerettük, hogy ezt így rakta össze Trukeszisz Gergő vágó kollégánk. De tulajdonképpen ez a retro érzés lehet, hogy még egész újnak számít ahhoz képest, amilyen időkben most visszamegyünk egy kicsit ebben az adásban, mert olyan korábbi kollégákat hívtam meg vendégségbe, de talán nem is jó így, hogy korábbi is, majd mindjárt beszélünk róla, hogy miért. Tehát olyan kollégákat, akik nagyon-nagyon régen sporttal foglalkoztak, vagy foglalkoznak Székesfehérváron, az itteni médiában, mondhatjuk, hogy a média egész területét tulajdonképpen lefette az ő tevékenységük, és ahogy annak idején ugye mondták, hogy mindannyian Gogol köpönyegéből bújtunk ki. Én egy kicsit úgy is tekintek ezekre a kollégákra, mint akiknek a köpenyéből mi utódok is valamilyen módon kibújtuk. Aztán persze nyilván az élet már csak olyan, hogy a kor sok mindent meghalad, amit annak idején nagyon örökérvényűnek gondoltunk. De vannak igenis örökérvényű gondolatok, és a sport szeretete az mindenképpen egy ilyen, amely összeköti a stúdió mai vendégeit, úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntöm a tőlem távolabbi ülés sorrendjébe Siye Sándort, a Fejér megyei Hírlap korábbi sportszerkesztőjét, a Fejérvár Rádió korábbi sportmunkatársát, Nagy Zoltán Pétert, aki talán mondhatjuk, hogy egyedüliként ma is aktív státuszát tekintve, hiszen a Fejér megyei Hírlap főszerkesztője, de ő is volt kollégánk nemrég még itt a Médiacentrumban, a Fejérvár Televízióban is együtt dolgoztunk, és itt van velünk Pos Ede, aki szintén még annak idején egy régi-régi Fejér megyei hírlapban volt sportszerkesztő, és hát a sporthoz ezer szárral kötődik, többek között a Vörösmarty Rádió kosárlabda közvetítéseiben is nagyon sok éven át hallhattuk őt. Szóval azt mondtam, hogy egy kicsit talán így nem is lehet azt mondani korábbi kollégák, nem tudom, hogy egyet értetek-e velük, hogy aki egyszer újságíró volt, az valahogy mindig az maradt, függetlenül attól, hogy éppen publikál-e. És igen. Nyugodtan lehet, kötetlen. Igen. Egyetértünk. Így van, engem egy kicsikét meglepett ugyanez a Commodore 64-es stílusú szignál, amivel kezdődött a műsor, de valóban a régi időkre emlékeztetett. Például akkor, amikor Edével is, meg később Sándorral is a Fejérvár Televízióban csináltuk a sportműsorokat, és mindezt kezdtük egészen fapados módon, ugye még az MHS épületében. Ez egy szóba került így néhány perc adás előtt, amikor körülnéztetek itt a most már talán modernnek számító stúdióban, ami persze még biztos nem a legmodernebb azért az országban, de hát nyilván egészen más felidézni azokat az időket, amikor tényleg egy kicsit az ismeretlenbe ugorva egy az ország első városi televíziója mondjuk elindult itt Fehérváron, olyan újságírókkal, akik nem a televíziós szakmában voltak akkor éppen benne. Ez ilyen örök nosztalgia marad? Igen, de egyébként ez nem igaz, ez az utóbbi állításodat én nem ezen értek egyet. Ede is, meg Sándor is, amikor belekezdtek a sport tévézésbe, kapásból profi módon csináltak, de ezt halál komolyan mondom. Hát nem is a lévjegyét azt hiszem, hogy a Szent Jupáttal tette le az asztalra, és mindjárt mellette a kosárlabda, meg az összes olyan sport, amihez ő értett is. Az én történetem még kicsit korábban kezdődik, még azban az időben, amikor ugye édesapád volt a hírlap főszerkesztője. Én 75-ben kerültem a Fejér megyei hírlaphoz, ahol akkor még egyedül Hólósi Feri, Hólósi Pici, ahogyan az egész város ismerte volt a egyszemélyes sportruhat. Aztán ketten lettünk, Feri a fociba volt szerelmes, örök szerelme volt. Aztán az összes többi meg nekem maradt, ami így igen kellemes állapot volt, mert ugye abban az időben 4 NB1-es fehérvári kosárlabda csapat volt, 2 NB1-es kézlabda csapat, 2 NB1-es röplabda csapat, amikor már velőre feljutott 2 és futballcsapat, és akkor még ugye nem beszéltünk Dunajvárostól. Abban az időben Rász Lajos, abban az időben aratta Európa bajnoki győzelmeit, világbajnoki győzelmét, moszkvai olimpiai ezüstérmét, Demeter József akkor lett Európa bajnoka, Volán öttusázója, és hát igen, a 80-as évek közepe táján a Szent Jupát is elindult világhódító útjára, meg a videót a csapat, és akkor elindult világhódító. Nem is az volt egyébként nekem a... Tehát nyilvánvaló, hogy a sport iránti egyrészt elkötelezettségetek, másrészt a jártasságotok az megkérdőjelezhetetlen, de ha már a televízió kulisszai között beszélgetünk, és erről volt szó, én csak azt gondoltam, hogy aki mondjuk sportújság íróként
az utóbbira helyezve hangsúlyt dolgozott, annak mennyire volt más és új a televízió. Nagyon nagy csábítás ez, nagyon sokan bele szeretnének kóstolni, tudjuk, hogy szeretnék elhelyezkedni a médiába. Mondat az mindig azt jelenti, hogy lehetőleg látszódjam a képernyőn. Nektek akkor azért ez egy újfajta technikai kihívás volt, még hogyha valóban gyakorlatilag a teljes hírlap személyzetét érintette, hiszen Baranyi Pál vezetésével a Városi TV első apparátus az egy az egyben a Fejér megyei hírlapra épült. A sport az ugyanaz volt, amit kor néztük, csak nem csak néztük és írtuk, hanem beszéltünk is róla, aztán utána leírtuk, amit beszéltünk, tehát gyakorlatilag legalábbis számomra nem jelentett olyan nagyon nagy akadályt, hogy belevágjak. Sőt, olyannyira nem, hogy az első jégkorong mérkőzést én közvetítettem Székesfehérváron, ugyan gőzem nem volt a jégkorongról, valamit tudtam róla, hogy az pici korong az megy és beütik, az gól. De megoldottam a dolgot, mert mondtam az Ocskai Gábornak, az idősebbnek, hogy gyere egy divi mellém, és akkor ő volt az első olyan, amikor vendéggel közvetítettük valamit, és mikor valamit nem értettek, akkor mondom, Csicsó, mondd már el a nézőknek, mert nem mindenki ért, hogy is van ez, és akkor Csicsó elmondta, és én is így megtanultam gyakorlatilag a jégkorongot. Szegény Sipos Józsi, na az adott a pofámra, hogy honnan vetted a bátorságot, hogy még én sem mertem közvetíteni jégkorongot a televízióban, hát ez a különbség köztünk, Józsi látott. Jó, hát azért bátorság kellett, egyébként nyilván szerettem volna én is a beszélgetés egy pontján szóba hozni Sipos Józsefet, és ha már te megtetted, akkor azért említsük meg, hogy ugye, ha itt ülünk a Fehérvár televízióban, egy kicsit őrá is mindig emlékezünk, főleg amikor sportról beszélünk. Ő ugye volt a Fejér megyei hírlap sport főszerkesztője, sportrovatának vezetője, nagyon sokáig, később itt a Fehérvár televíziót vezette. És hát így vagy úgy valamennyi ötök pályafutása egy kicsit egy bizonyos ideig összekapcsolódott vele. És ha már itt tartunk, mennyire volt az, hogy az elfogadott, hogy egy állandó, hogy mondjam, mag foglalkozik a sporttal? Manapság tényleg azt mondjuk, hogy sportújságíró, hogy az mintha egy külön szakma lenne. Akkor, amikor ti mondjuk egy televíziózásba belevágtatok, amit előtte egyikőtök sem csinált, akkor ez a szakosodás ugyanúgy megvolt, vagy ilyen teljes demokrácia volt, hogy mindenki csinálta, ami az éppen kedve volt? Azért azt tegyük rendbe, két dolgot tegyünk rendbe. Az egyik az, hogy amikor a televíziózásba belevágtunk 83-ba. Kimondottan a sport volt az elsődleges szempont. Annak volt prioritása, vitathatatlan, hogy a közélettel is foglalkozni kellett. De talán a sport volt az, amire a leginkább neki feküdt a Fehérvár Televízió, az akkori Fehérvári Városi Televízió. Ez az egyik, a másikat is tisztában akarom még most tenni, hogy a sportszakemberek ők ketten, tehát az Erdei és a Sándor. Én a sport szempontjából csak úgy kerülök be a képbe, hogy a kamera másik oldalán voltam. Én voltam az, aki a felvételeket csinálta, az adáskiadást csinálta akkor, amikor sportközvetítés volt, vagy én vágtam meg az esetleges dolgokat. Tehát én azért Amit viszont én szeretnék tisztába tenni azok kedvét, akik esetleg nem tudják, hogy ez teljesen egyenrangú két dolog. Tehát azt te is nagyon jól tudod, és a kedves nézők is talán, hogyha valaki mondjuk operatőrként évtizedekig közvetít sportot, mint ahogy egyébként a nagy sportszerkesztőségekben kifejezett sportoperatőrök is vannak, az legalább annyira érteni fog hozzá, mint az, aki állandóan a száját jártatja vele kapcsolatban. Lehet, hogy egy kicsit lakonikusabban vagy tömörebben tudja megfogalmazni a véleményét, mint az, aki ezt mindig sok hasában vagy sok percben teszi, de hogy egyenrangú az egészen biztos. De ugye a kérdésedre is válaszoljunk azért. Gyakorlatilag a hírlapnál ott megvolt a rendszer, hogy kinek milyen sportága volt. Gyakorlatilag kihalásos alapon lehetett csak abba a sportágba belekerülni. Nálatok is így volt, de mert én utána kerültem oda, és nekem szerencsém nem volt. Nem sokkal egy 15 éve. Hát jó, de amikor már az arénát csináltam, úgy gondoltam, hogy utána. Az 15 év. A sport úgy nézett ki, hogy a Siposnak voltak a sportágai, aztán a Sáringernek szintén megvoltak, akkor még Tihanyi Tomi ott volt, és akkor a Tamásnak a jégkorong volt, meg a kézilabda, de ő ott volt a sportág, de ő jobban szeretett volna inkább más felé elkerülni, tehát hát a közélet felé akart orientálódni, és akkor én a kézilabdát meg a jégkorongot együtt csinálgattuk gyakorlatilag. Aztán a kihalásos alapon Ede nem volt már ott, és mondtam, hogy hát a kosárlabda szabad csinálni, és akkor mondta Sipos, hogy csinált szabad, de én még eleinte olyan minden nevű szerettem volna, hogy tudod, fiatal gyerek, 40 éves fiatal gyerek, hogy nyissak, és végre bekerül oda álmai szinterére az újságírásba, és ráadásul a sportújságírásba. Ugye én a Sipossal mentem futballmeccsekre, néha mondtam, megírhatom, mert nagy nehezen meg.
aztán akkor elmentem mindenfelé, minden másperc is csinálgattam, és akkor utána egyszer Sipos Jóska, figyelj, ez az én sportágam, ez az övé, tiéd meg azt csináld azt, és akkor adtok ez. Utána aztán mindenféle sportág, létező sportág, az autóversenytől a kézzabda keresztül mind megfordult a kezeim között. Még a jégkorong is, sőt a kosárlabda is. Aztán júnior... utána nyugodtan békében, most már meg pláne ilyen legemberként. Szóval junior névvel hangzott már, de talán a legfontosabb, aki ugye a Városi TV alapítója is volt, Baranyi Pál. Hát igen. Még véletlenül se adjuk ki a történetből, nekem mentorom volt a hírlapnál is. Én fiatalon kerültem igazán a hírlaphoz, nem voltam még 25 évesen, főiskola után közvetlenül. És hát Pali volt az, aki ott kezdett, én fölkarolt, ő akkor főmunkatárs volt a hírlapnál, aztán a szárnyai alá vett, én rengeteget köszönhettem neki, tőle tanultam a legtöbbet, és hát ő volt a Városi TV stúdió vezetője, alapító főszerkesztője is. És hát igen, a kezdetén valamikor 84 elején kerültem a Városi TV-hez is, mert ugye, ahogyan mondtad, a TV riporterei, munkatársai, a hírlaptól kerültek ki. Hát igen, régi szép idők, akkor még a, hát, akkor még a kosárlabda közvetítések, élő közvetítések is úgy zajlottak, hogy közvetítettem az első fél időt, szépen fölvettük kazettára, egy VH-s kazettára, ezzel valaki berohant a szerkesztőségbe, és a szünet alatt elkezdődött az első fél idő, aztán utána pedig szépen. Akkor már lazán, mert akkor sok időt kezdődött. A technika egyébként annyira gyorsan fejlődik, hogy még én is közvetítettem így, bár jóval fiatalabb vagyok nálatok, és hogy nyilván most az, ami manapság van, hogy tényleg műholdakon meg szervereken keresztül küldözgetjük be, meg ekkora kis kártyákra férnek rá a teljes mérkőzések, az akkor még elképzelhetetlen volt. De egy pillanatra ahhoz visszacsatolva, amit te mondtál, hogy valahol egy talán természetes állapot, meg valahol nagyon szép is, én azt látom ebben, és lehet, hogy nem csak Székesfehérváron van így, hogy van egy olyan szép folytonosság, hogy te mondtad, hogy Baranyi Pálnak mennyit köszönhetsz, és mennyi, nyilván nem te voltál az egyetlen, aki alatta kezdett fiatal újságíróként a szakmával ismerkedni, és vitte valamire. Nekem már a személyes élményem a ti generációtok volt, én Sipos Józsinál kezdtem tényleg szó szerint az utcáról beesve sportriporterkedni, aztán ugye te hívtál át rádiózni, tehát nekünk is megvolt az a generáció, aki alatt mi kezdtük, és akit azt mondtuk, hogy jó, majd mi meghaladjuk az öregeket, meg akiket egy kicsit nyilván azért féltünk is, és tiszteltünk, de mindez egy olyan fajta, ha nem is családi, de olyan közeget jelent, ami nem tudom, hogy bennetek úgy van-e meg, mint egy ilyen örök nosztalgia, vagy mint olyan, ami már soha többé nem lesz. Mennyit változott az újságírás azóta? Én azért tényleg olyan dolgokra emlékszem, amikor a Fejér megyei hírlaphoz bementünk, ahol a nagy öregek összegyűltek reggelente, átmentek a Tiszti klubba kicsit, azért megváltották ott is a világot, a cikkek elkészültek, de az egész egy olyan érzés volt benne lenni, mint egy ilyen rettenetesen misztikus, kultikus körben. Hát meg azt látjuk, hogy tényleg rohangászik mindenki, a fiatalok sokszoros nyelvtudással, 3 diplomával esnek be szerkesztőségekbe, kezdik el ezt a dolgot csinálni. Szóval, hogy hiányzik-e az a régi, más volt-e a régi újságírás? Hadd kezdjem ezt én, mert jó, legrégebben én voltam ott a hírlapnál, és azért nagyon sokat változtak a idők során, nem csak a tárgyi, technikai felvételek, hanem a szerkesztőségek is. Talán a szerkesztőségi légkör is azért pörgősebb lett manapság már minden. Szóval 75-ben, amikor oda kerültem a hírlaphoz, akkor volt egy jó pár öreg mamut a szerkesztőségben, olyanok, akik még a régi rendszerben, még 45 után tanulták az újságírást, dr. Foltényi Tibor például, akinek már akkor is ugye próbálta azokban a eléggé merev időkben is azt a régi klasszikus újságírást, kicsit bulváros jellegű újságírást, a sztorizást behozni a szerkesztőségbe, de kiváló nagy felkészültségű újságírók dolgoztak a hírlapnál, mint például Baranyi Pál, vagy Miskolci Miklós, Dunai városból, de a Fejér megyei hírlap főmunkatársa volt ő is, Esboda András, például aztán kicsit később Ásszabó János, nagyon profik voltak, tehát olyan újságírók voltak, hogy szerintem ilyen best of
első 10-ben biztosan benne. Ez akkoriban miben nyilvánult meg elsősorban? Az, hogy jól tudtak írni, nem? Alapvetően. Egyrészt jól tudtak írni, másrészt meg több volt az idő. Tehát akkor volt idő arra, hogy elmélyült ebben megírni valamit. Most nem arról beszélek, amit megkövetelt a pártunk és kormányunk, hanem azokban a műfajokban, vagy azokban a témákban, ahol nagyobb volt a mozgástér, hál' Istennek a sport is ilyen volt, de sok tekintetben ilyen volt a kultúra, ilyen volt minden ilyen humán és civil dolog, ami kívül esett a kommunista párt, a Magyar Szocialista Munkáspárt hatáskörén vagy érdeklődésén. Lehetett úgy riportokat írni, az ember napokig foglalkozott csak azzal, és nem volt a nyakán az a teljesítménykényszer, hogy még akkor hány címest, kis hírt, ezt, azt, amazt, kis tudósítást kell leadni. Tehát borzolja, hogy azt mondom, de akkor szerintem műfajilag igényesebb volt a régi. És én bocsánatot, mert ez így van, abszolút egyetértek vele. Sőt, tehát, hogyha egy Foltényira gondolok, ő ment a téma után, sőt, konkrét leszek, ha szembe jött vele a téma, észrevette. Hát ő nem az volt, aki becsukta a szemét. A mai újságírók, a mai fiatal újságírók nem látják. Az óruk előtt történik, és észre se veszik. Így de leginkább talán azért, és nem őket akarom ezzel védeni, sőt, és erre utaltam a régi és a mai újságírás közti különbségben, hogy ma gyakorlatilag mindent megmondanak, hogy mi az, megmondják az embernek, hogy mi az, ami az olvasót érdekli. Tehát nem azt várják, vagy hát persze sokszor előfordul is, hogy véletlenül találhatsz egy olyan témát, vagy beletenyerelhetsz olyanba, és biztos, hogy ma is vannak nagyon sokan, akik ezt kutatják. De valahogy mégis az az elvárás, hogy írjál erről, mert ezt fogják elolvasni. Írjál arról, és keveset írjál, csak azok a szavak legyenek benne. Tehát, hogy amiről az Ede beszélt, az a fajta igényesség, kifejtés, idő, amit rá lehetett fordítani, az ma már nincs, annyi jelentkezik. Igen, mert Edéhez szerettem volna hozzátenni egy dolgot. Én átértem ezt tényleg, milyen szerencsém volt, hogy átértem mindezt. Közösség voltunk. Ott volt a Dagonya. És akkor ott mindig ült 4-5 ember, kolléga, és akkor hatalmasokat tudtunk beszélgetni, és óriási dolgokat tudtunk megvalósítani képzeletben, mert nem a világ megváltás, nem a mi feladatunk volt, de meg tudtuk beszélni egymás dolgait, és tudtunk egymással törődni, tehát közösség volt, és ez nagyon fontos. Ez ma sajnos attól tartok, hogy ez ma már nincs meg. Ez sajnos így igaz. A Fejlegyi Hírlap mai főszerkesztő is itt ül közöttünk, úgyhogy biztos meg tudja erősíteni annak, a régi annak és a mai... ellenére például Dagonyát említette ezt a szót. A Fejér megyei hírlapnál 3 évvel ezelőtt kialakítottunk egy közösségi teret, úgynevezett Dagonyát, hogy mindenki kapásból így nevezte el, tehát mint a régi újságírók is annak idején. Szomorúan kell mondanom, senki nincs ott. Senki nem, mert ott van egy kávéfőző, ott van egy hűtőszekrény, megvan a Dagonya hangulata körbe a képekkel fönt a falon, ha csak emlékszünk ugye régen a fotósokra, hogy telepakolták képekkel a Dagonyát, az akkori Dagonyát, és ott ültek, és a cigarettafüstől nem lehetett látni a régi szerkesztőségben. És itt pedig az, hogy ezt megcsináltuk, ezt a Dagonyát, az arra volt jó, hogy azt a termet nem látogatja már senki. És még a is tegyük hozzá, mert azért nagyon sokan otthon írják már meg a cikkeiket, és elküldik is készen az egész, tehát nem is kell ott lenni a szerkesztőségben. Régen ez elképzelhetetlen volt. Hát az még hagyján, Sanyi, de sokszor az eseményeseken ott legyen, hogy nincsenek ott. Az pedig az régiben elképzelhetetlen volt. Igaz, hogy természetesen ma a technikárok köszönhetően 1000 millió helyről tudjuk megnézni ugyanazt a meccset, de mondjuk azt, hogy hát mindegy, ott kellett lenni. Egyébként biztos az idők változása az is, hogy én, mint annak írja, amikor fiatal újságíróként ebbe belekerültem, hát az ifjúság gyerünk, menjünk, csináljuk mentalitásával, én pont azt éreztem, hogy ez a Dagonya az, ami visszahúzza az embert, hiszen olykor úgy éreztem, hogy fontosabb az a bizonyos cigarettafüst, az a most még mondok egy jó sztorit, na emlékeztek amikor, én meg már, hogy menjünk, csináljuk és legyünk ott. És ma valóban nekem is hiányzik sokszor ez a fajta közösségi átélése a dolgoknak. Persze a lényeg nyilván az volt, hogy nagyon jó újságírók voltak, ahogy ti említettétek. A másik része a dolognak, amit szintén szeretnék tudni, hogy látjátok, hogy maga a sport és maga a mindennapi élet mennyit változott és mennyire követel ma másmilyen újságírót, mint abban az időben. Hiszen tudjuk, hogy sokkal nyitottabb a világ, 1000 millió inger ér minket minden másodpercben, ami akkoriban azért
egy úgy politikailag, mint technikailag sokkal jobban korlátozott világban nyilván nem így volt. Becsukták a kapukat. Én szerintem Edének óriási problémát jelentene ma mondjuk egy olimpiai bajnokkal vagy világbajnokkal interjút csinálni, miközben annak idején Rász Lajossal ez nem jelente semmi problémát. Hát olyannyira, hogy szinte barátok voltatok. Igen, közeli jó ismerősök. Így igaz. Ez ma elképzelhetetlen. Meg még sokkal másokkal, tehát minden akkor igazán. Hát legalábbis néhány menedzseren, marketingesen, sajtófőnökön keresztül vezet az út, ami aztán majd lehetőség lesz, vagy nem. Igen. Biztos, hogy sokkal kevesebb a személyes kontaktus ebben. Talán egy-két egyéni sport lehet, nem? Ahol el lehet érni, öttusázókkal talán őket még ma el lehet érni. Hát azt mondják, hogy mi azokban a sportokban vagyunk jók, amik a világot amúgy nem nagyon érdeklik, úgyhogy mi mindig könnyebb biztos magyar világsztárral interjút készíteni, mint egy amerikaival adott esetben. Szomorú, nem, de nem mondom, melyik csapatról van szó, a város egyik NB1-es labdarúgó csapatáról. Amikor nem lehet hozzáférni a sportról, az edzőhöz, ki vagyunk tiltva. Ott van, hogyha valaki tudnak arról, amit a honlapunkról megtudhatja. Én a Kovács Zolival vitáztam egyszer elég sokat, hogy Zoli, hát ez profizmus, apám, ez nem. Mennyire egyszer Amerikába, ott az újságíróknak külön terem volt a kosárlabda mérkőzéseken, de egy óriási termet képzel, ahol étel, minden, amit szemszájnak ingere, minden ott volt. A Nagy Gábor, beírtam egy ilyen helyre, és mondtam neki, látod Gábor, mi ez, büfé? Nem, ez az újságíróknak a helye. Nyert egyet, na öreg, te ezt nem fogod megérni, hogy Magyarországon ilyen majd lesz, és ott voltak a kollégák, megint csak meccs szünetében, meg tudták duválni, tehát tudtak, meg most is tudnak beszélni arról, hogy mit láttak, és akkor egymásnak adtak át ötleteket, milyen klassz dolog ez. Igen, hát egyébként nyilván pont két adással ezelőtt Vóka Viktor és Pavlikovics Péter volt itt, akikkel arról beszéltük, hogy amikor még, és azért annyira régen ez nem volt, mondjuk januárban a sóstói edzőpálya mellett a korláton támaszkodtunk, és néztük a Vidi edző meccsét, az elsőt abban az évben, és mindenki figyelte, hogy na, jött-e valami új játékos, kijön, ellenfél lehet, hogy valami ötödosztályú senki volt, de akkor is érezni a csapatot. Hát ma Majorkán meg itt-ott edzőtáboroznak, és gyakorlatilag tényleg semmiféle közvetlen kontaktus nincs a csapattal, de az egész világ így változott, tegyük hozzá, nem csak a fehérvári sport. Úgyhogy nektek biztos, hogy számos abból is fakadóan nagy élményetek van, hogy tényleg ez a közvetlen kontaktus megvolt a nagy sportolókkal. Úgyhogy nagyon nehezet kérdezek, biztos főleg ilyen pályafutásokkal a hátatok mögött, hogy mi az a esetlegesen legnagyobb kiemelkedő élmény, ami újságíróként a fehérvári sporthoz köt titeket, vagy emlékként megmaradt. Hát az előző témához is kapcsolódik, amit mondani szerettem volna, vagy fogok majd most mondani, hogy mennyire megváltozott minden. Annak idején, ugye 85-ben, amikor a Videóton a Zseljeznyicsár ellen bejutott az UEFA Kupa döntőjébe, azon a felejtetetlen meccsen, amikor Csuhai Józsi a meccs vége előtt egy 4 perccel berúgta azt a továbbjutás jelentő gólt, 2-1-re nyert a Szarajevó, 2-0 meg ők kerültek volna a döntőbe, és iszonyú fölénybe játszottak a szarajevóiak. Rúghattak volna 5-öt is, hogyha nem szórakozzák el a helyzeteiket, annyira nagy arcúak voltak. És amikor a Videóton Csuhai berúgta azt a bizonyos gólt, akkor egyszerűen megdermett mindenki a stadionban, az a 25 ezer ember, mindenki lefagyott. Addig óriási hangzavar volt, utána néma csend, és ezt a néma csendet kihasználva, meg azt, hogy még a biztonsági emberek is, a biztonsági emberek is ugyanígy ledermettek, én a hátuk mögött leugrottam a játékos kijáróba, pont arra felé volt a sajtóhely, nem vett senki észre, én voltam benne az öltözőben, az öltöző előtti folyosón először egyedül, és jött a két csapat. Jöttek a zseljó játékosai, Szkórónak hívták a legjobb játékosukat, jugoszláv válogatott, hogy szenzációs futbolista, ilyen nyers betonfala volt a játékos kijárónak neki, és ökörrel elkezdte teljes erővel verni a betonfalat, csuromvér volt a keze, és utána pedig jöttek a játékosok, mind a két csapat sírva, az eljú, ugye, az elvesztett lehetőség miatt, a Vidisek meg örömükbe. Jött Hartyányi Gábor, és akkor fölkapott, és ott körbe rohangászott velem. Hol lehetne most megcsinálni? Hát valaki beszalad, és közel se tudnánk kerülni. Legutóbb a Super Bowl-on fogadott rá valaki, ugye, hogy lesz játék megszakítás, majd beszalad maga, és nyert is vele nem tudom hány 100 000 dollár, de valóban ez már elképzelhetetlen.
Zoli, ugye te vagy közülünk, aki hivatalosan, hogy említette, sport újsági szerkesztőként nem dolgoztál. Azért csodálkoznék, hogyha a te ilyen nagy élményeid között mondjuk Fanárdi nem lenne benne. Hát, a Fanárdi is benne van, de hogy nincsen benne, hiszen ő hánytatott meg engem. Hiszen köztudott, hogy egy kicsikét már megmozdul alattam a talaj, akkor, akkor rosszul vagyok. Úgyhogy ennek megfelelően kellett nekem képeket csinálni a célba érkezésről, kint a nyílt vizen. Addig, amíg mentünk az öbölben, addig nagyon jó volt, természetesen jól éreztem magamat a francia parton. De aztán, ahogy kiértünk és megjöttek azok a 15-20 méteres, nem tudom mekkora hullámok, hát onnantól kezdve én gyakorlatilag kilettem radírozva. Én nem azt említeném, sőt, inkább egy idegen, számomra teljesen idegen sportot, kosárlabdáról van szó, nektek nem idegen. Én New Yorkban, amikor ott dolgoztam éppen, szerencsét próbáltam odakint, az egyik barátom valakivel kint együtt dolgoztunk és próbáltuk megváltani a világot, hogy menjünk el kosárlabda meccsre, menjünk el. Menjünk el, de engem olyan nagyon nem érdekel, de menjünk el. Én nekem volt nemzetközi sajtóigazolványom, ugye akkor még a MUOSZ-nak a tagja voltam, és mondtam, hogy jó, hát én majd megpróbálok azzal bemenni, jó, én meg megyek veled, tök jó lesz. Én fölmutattam ott a bejáratnál az igazolványt, és engem azonnal levezettek a pálya szélére, ott voltak ilyen 2,5 méteres emberek, el nem tudtam képzelni, hogy mit keresek én most ott. Hát a fényképező nálam volt egyébként természetesen, tehát fényképeztem, de azt sem tudtam, hogy mi történik. És szerintem ti jobban tudjátok, hogyha elmondom, hogy ez a New Yorki legnagyobb stadion. Vagy Madison Square Garden volt. Igen, valami ilyesmi neve volt, én még azt sem tudtam, hogy hol vagyok. A barátomat azt pedig fönt a kakasülőn leültették, hogy onnan nézheted majd a mérkőzést. Onnan jobban láttam, mint ellentről. Valószínűleg jobban, mert én annyira közel voltam hozzájuk, hogy nagyon idegesített engem, kimondottan bántott, és tele volt ez a csarnok, teljesen tele volt, és hatalmas hangulat volt, tehát tényleg frenetikus volt az élmény maga, de mégsem tudtam, én inkább csak a félelem volt az, ami úrrá volt rajtam, és nem annyira a sport szeretet, mert nem tudtam, nem éreztem, most mit keresek én itt. De most nem tudom, hogy ez megjutott-e, gyakorlatilag ugyanezt éltem, hát én életemben egyszer voltam NBA mérkőzésen, ezek szerint annyiszor, mint te, de én sportújságíróként a Duna TV-vel, amikor Dávid Korné Torontóban játszott, akkor kimentünk forgatni, és hát akkor már leszálló ágban lévő Chicagóval játszottak, nem is ez volt az érdekes, hanem hogy valóban én is ott ültem a pálya szélén, a sajtóhely gyakorlatilag palánk mögött volt, és azt érezte az ember, hogy úristen, álmai földje, NBA meccs, ott a nagy sztárok jönnek-mennek, még Dávid Korné is ott van. És esküszöm neked, hogy évekkel azelőtt, amikor kezdtem a pályát, és életemben először elmentem Körmendre, egy Körmend-Albacomp mérkőzésre, még azelőtt, a szezon előtt volt, még először bajnokok voltunk, te biztos, hogy emlékszel, Robert Chenon már itt játszott, de még akkor nem nyertünk. És ott volt az, hogy ugyanúgy a palánk mögött ültem, egy iskolai pad volt a sajtóhely, fejbe dobáltak a körmendi szurkolók föntről a kakasülőről apró pénzzel, hogy vérzett a fülem meg a fejem, és amikor a Shannon leütötte a labdát és betört ott tőlem fél méter a palánkkal, akkor éreztem, hogy döng a padló is remeg, és akkor voltam úgy, hogy én ezt soha semmilyen eseményen, és NBA-ben sem, nem fogom át. Tehát egyrészt a személyes érintettség, hogy nagyon szurkoltam, nagyon szerettem azt a csapatot, olyan kötődésem volt, meg az elképesztő atmoszféra, ami ott volt. Hát én azt mondtam, hogy NBA, hát kutya füle, tehát az semmi ehhez képest, hogy tényleg az amerikaiak 15 ezeren benn vannak, eszik a popcornt, rendelik a sört, hozzák nekik a hamburgert, közben tudják, hogy most az állás éppen annyi, amennyi, de mindez semmi egy Körmend-Albacomp meccshez képest. És gondolom, Sanyi, neked is azért van kosaras emléked. Természetesen a sok élmény közül gondolkozni kell, hogy mit hagyjak ki, és mi maradjon, de legyen a kosárlabda, hiszen azóta fő sportága, amikor először bajnok lett az Albacomp Fehérváron, még a régi csarnokban, tudjátok, ki lehetett húzni a lelátó székeket, meg minden. És mikor megnyertük, meglett a bajnoki cím itthon a Honvéd ellen, Nagy Gáborral egymás mellé keveredtünk valahogy, és mondom neki, hogy Gábor megérte ezért dolgozni, és Gábor elsírta magát. És mondom, te sírsz, Gábor? Nem! Óriási élmény volt az is. Hát igen, az Albacomp elnöke ugye nagyon sokáig tényleg a nagyon kemény, gyakorlatilag ilyen érzelem nélküli emberként ismerték, hogy sokan, de hát nagyon... De akik nem ismerték, ők ismerték ki. Nagyon profi vezette ezt a csapatot. És azért még egy kosárlabdával kapcsolatban mondjak egy élményt, két alkalommal is voltunk 5 év eltéréssel, 10-10 napot Amerikában a felkészülés egyében, Mexikót felkészülés, itthon már a szezonról kellett kimenni az Albacompra.
és 10 városba jártunk a két alkalommal, és akármelyikbe mentünk el, mindenhol tudtam magyarul beszélni. Mindenhol odajött valami magyar, hogy Magyarország, jaj, de klassz. És a Témár nevű atléta, itt az Araknak az atlétája volt, az ott tanult kint ösztöndíjjal Amerikában, és vele is olyan jó találkozás. Sőt, még mikor Kornél kint játszott, akkor az egyik városban fölhívtam Kornélt, és ott csináltam vele Amerikában egy interjút, csak hát éppen körülbelül több 100 kilométeres távolságból. De a lényeg az, hogy akárhova mentél, mindig tudtál valakivel magyarul beszélni. Van még több dolog is, amire szeretnék beszélni, nincs olyan sok időnk már, de azért majd a kosárlabda kapcsán a maiakat is egy kicsit megemlítjük, hogy látjátok. Viszont ami engem nagyon érdekel, és amit én nagyon tisztelek mindenkibe, bennetek is, aki Fehérváron maradt mindig és itt dolgozott, hogy nyilván ez egyfajta alázat a város a saját környezetünk iránt, másrészt pedig annak a meglátása, hogy itt is sok mindent meg lehet írni, észre lehet venni és hasznosan közölni. Amikor én elkezdtem dolgozni, és Ede volt a főnököm, és akkor nekem jött olyan lehetőség, hogy mehetek fel Pestre, országos médiába. Hát ő nem volt az az ember, aki engem bármilyen módon próbált volna presszionálni, de van az a mondás, amit én most nem tudok pontosan idézni, de hogy tehát otthon lehetsz egy király, miközben Rómában senki, vagy nem is tudom, hogy hangzik ez valójában. És azon gondolkoztam, hogy hát persze megvan az ambíció, és meg is akarom csinálni, és el is jutottam az országos médiába. De hogy valójában ez a vonzerő, ez titeket soha nem ért meg. Tehát ez a fajta örök helyhez kötöttség, ez valójában egyfajta lokálpatriotizmusból fakad? Szerintem igen, szerintem, vagy legalábbis részben igen, de ugyanakkor meg mondd meg nekem, tudsz te olyan ismeretlen hiába közvetítesz bármelyik országos csatornán, hány adót lehet fogni az átlag televízión? 100-at, 150-et? Annak idején, amikor itt elkezdtünk televíziózni, a Magyar Televízióban hétfőnként adásszünet volt. Hétfőn volt a városi tévé adása. Bennünket akkor tényleg ismert az egész város. Szóval jó, rosszul, tetszettünk, nem tetszettünk, de ismert mindenki, mind a rossz pénzt. A Fejér megyei hírlap példányszáma, amikor én elkezdtem újságot írni, és ez nagyjából a rendszerváltásig így volt, 30 ezer fölött volt a városban. Hát gyakorlatilag 65 ezer. A városban, nincs csak a városban. Ja, csak a városban. Megerősíteni, mert én újságíróként szolgáltam. Gyakorlatilag mindenhova járt a hírlap, mindenki olvasta a Fejér megyei hírlapot. Szóval, hogyha az emberben ismertség iránti erős késztetés van, akkor ennél jobban nem lehetett megkapni, mint... De nem mint csak az van, tehát én nem feltétlenül az ismertség, tényleg a minél több érdekességet látni, minél nagyobb volumenben látni. Annyira gazdag látni, volt a fehérvári sport élet, hogy itt az elején elmondtam, hogy tulajdonképpen az ilyenfajta ambíciót, meg hát máshol, hogyha egy nagy lapnál vagy egy tévénél, akkor megkapsz mondjuk egyfajta témát. Én, amikor elkezdtem újságot írni, hogyan meséltem, meg utána még sok éven keresztül, minden, ami érdekel, szabad volt minden téma, mindenről lehetett írni. Ez szerintem már elérhetetlen. Hát ma is lehet mindenről írni, egy pillanat, bocsánat. Most nem a korlátokról beszélek, hanem az, hogy mennyi a lehetőség. Hogy mennyi a lehetőség. Igen, azért a családi gyökereid, hagyományaid is azért nagyon erősen ide kötöttek mindig. Igen, annak ellenére, hogy én mindig igyekeztem édesapám ellenében tenni a dolgaimat. A Jóisten úgy rendezte, hogy ezt hiába erőlködtem, ez nem... Apáról fiúra szállt a főszerkesztői széke. Ez így azért nem korrekt, azért mert közben volt 30 év kihagyás. Tehát ezt azért egy az egyben meg kell jegyezni. De oda bent a szerkesztőségbe is mindig, mikor a sportosokkal beszélgetünk a következő lapszámról, én egyetlen egy konkrét nevet szoktam emlegetni, akkor, és nem akarom őt megbántani, Vinícius, akkor, amikor nem Fehérváriról beszélek. És tényleg nem akarom megbántani ezt a srácot, mert ő azért mindent elkövetett, hogy Fehérvári váljon. Az, amit te kérdeztél, hogy nem vágyott-e akár egy operatőr, vagy akár egy fotós magasabb körökre, országos média, nem, mert ők a mi fehérváriaink voltak, ezek a sportolók, és mi szurkoltunk is. Tehát egész egyszerűen arról van szó, hogy mi szurkoltunk azt is. Meg lehet tenni, engem te nem fogsz látni a Ferencváros egyetlen egy játékterében sem, hogy nekik szurkoljak. Annak ellenére, hogyha nemzetközi meccsen van, természetesen akkor szurkolok nekik, de én vidista vagyok, hogyha ilyen csúnyán fejezhettem ki magamat. Én fehérvári vagyok. Őértük, a fehérváriakért szeretnék tenni. Igen.
mindenki, aki komolyan veszi a dolgát, mindenkinek vannak álmai vágyai, és ilyen titkos terve, hogy hú, de jó lenne, ha. De természetesen, hogy az ember rá, és akkor tudja, hogy meg is maradtunk itt, hogy hú, de jó lenne, ha, és akkor leginkább arra kell törekedni, hogy amit itt csinálsz, azt csináld a lehető legjobban, mert hogy itt maradtassál, mint örökké ámen. Hát ez biztos, hogy így van, ezzel együtt azt azért, tehát, hogy kicsit országosan vagy nagyobb eseményeken is tud az ember fehérvári maradni, én legalábbis mindig így éreztem, és hát mondjuk az egy valóban egy nagyon létező dilemma, hogy az ember szurkolhat. Az nagyon hálás dolog, ha mondjuk riporterként ordíthatsz és kiabálhatsz, és adott esetben még a bíróra is mondhatsz valamit, persze ez szalon képes. Emlékszem egy szónok albukon, persze. Arra sokan emlékeztek, de az volt a pláne, hogy akkor már országos médiában is dolgoztam, úgyhogy ott azért kaptam érte rendesen. És lejátszották szónokon is. Azt hagyjuk is, volt. Szóval mondták nekem, hogy ugye nem tudom, most nem, mai, na, akkor mondd meg neki, hogy... Igen, mai napig nem fenyeget az a veszély, hogy pro-úrbe díjat kapok Szolnokon. És hát itt van nekünk ez a mai sport, aminek ugye rengeteg történése van. Ennek az adásnak az is a lényege máskor, mert most direkt erre szántom a kedvetekért, hogy arról beszéljünk, ahonnan ez az egész indult, hogy azért reflektálunk mai eseményekre. Kosárlabdában nagyon, nagyon otthon van Sanyi Ede, Zoli pedig szurkol, tudjuk. Ugye azért a mostani csapatról szeretnélek titeket kérdezni, mert biztos vagyok benne, hogy napi szinten figyelemmel kíséritek. Ugye véget ért az alapszakasz, és hát tulajdonképpen örülni kell, benne lesz a rájátszásba az Alba, amire régen volt példa. Ugye az előző szezon csonka maradt, az azt megelőzőben végig az a szégyen fordult elő, hogy nem került be a csapat a rájátszásba. Hát most bekerül, pályahátránnyal kell majd kezdeni a Debrecen ellen a rájátszást. Emlékeim szerint soha pályahátrányból egyébként nem nyert párharcot, még a legnagyobb albakom sem, mondjuk még nem is kellett. Milyen érzéseitek vannak ezzel a csapattal kapcsolatban? Hát nyilván a kórság miatt csak távolról figyelheti az ember a meccseket. Én csak azokat a meccseket láttam, mert sajnos digi tévénk van, amin a városi tévé nem fogható elég el nem ítélhető módon. Hát az tényleg. És így aztán csak a Királyi Televízió által közvetített meccseket láttam. Akkor rosszakat. Nagy várakozással tekintettem a bajnokság elé, hiszen nálunk játszik a legjobb magyar játékos, vagy a legdrágább is véletően. Szóval látszik, hogy azért a csapat vezetése, a város vezetése mindent megtette azért, hogy a régi dicsőség fényébe tündökölhessen a csapat, tehát nem tündököl, ahogyan én látom. Bevallom őszintén, én nem veszek észre semmi tudatosságot a csapat játékában, nincs védekezés, nincs támadójáték, nincsenek leosztva a szerepek, Vojvoda, akinek vezérnek kéne lenni a csapatban, nem vezér, időnként labdát se kap, egész meccset végig szaladgálja, úgyhogy ötször van a kezébe a labda. Nincs csapat építve köré. Szóval, köré. Meg köré hát kellett volna egy csapatot építeni. Meg hát mint a folytatódna az a sajnos az a két rossz év. Hát ne legyen igazam, nyilván legyen, jusson túl minden papírforma ellenére ezen az első körönnek. Lehetőleg a következőkön is a csapat. Én nem érzem benne az erőt szétesőben. Érzem az egész társaságot. Egy nagy lehetőség, úgy tűnik egy nagy lehetőség, nem teljesül. Élőben én sem láttam őket. Egyszer voltam egy ilyen nézők elleni mérkőzésen, a Falco ellen, de még az előző szezon utolsó mérkőzésén. Nem láttam még őket élőben, illetve a televízióban is, amit a tévé közvetített. Nyilván szurkolok nekik, szorítok értük, hogy sikerüljön, de nagyon nehéz lesz. Hát a Debrecen itt is úgy vert őket, ahogy a nagykönyvben meg van írva, meg ott is úgy vert őket, ami nekünk nagyon-nagyon nem tetszett. Nem, ott mi nyertünk, csak az egy jó helyen lévő. Tényleg valóban az első becsak mi nyertük. De nem tudom, szurkolok nekik, de a realitás az, hogy... De ugyanakkor Hedével ez hátha most majd rendhagyó módon törvényt szegnek, és ami addig soha nem sikerült, hogy az ötödik helyről vagy a hátsó körből előre jutni, most előre jutnak. Nem lehetetlen volt minden, erre minden lehetőség benne van. A realitás az, hogy a Debrecen nem jobb csapat, de a pályaerőnyével tud majd élni. Szóval nem lehetetlen volt arra példa, hogy a körben a hetedik helyről indulva nyert bajnokságot. De az, sőt, volt az elején, hogy a nyolcadik helyről nyert bajnokságot. Jó csapatnak kell lenni hozzá. Meglátjuk. Még fociról akartam egy kicsit, mert hát a focit mindenki ismeri, úgyhogy biztos Zoli is tudja, hogy mit játszott a válogatott San Marinóban. Igen, bár ne láttam volna. De, én nem néztem. De most őszintén
nyilván lehet fanyalogni, de most olyan időket élünk, amikor végre van egy olyan válogatott, amelynél legalább az a remény megvan, nem? Hogy mondjuk nem az első három forduló után dől el az, hogy semmi esélyünk sehova kijutni. Nem is azért mondtam egyébként, azt hiszem, hogy a szívvel nincsen baj. Én azt hiszem, hogy azzal nem volt baj, csak valahogy annyira suták voltak, annyira szerencsétlenek voltak. Én szurkoltam, tehát nagyon erősen. Az ilyen meccsek nehezek azért, mikor annyival gyengébb az ellen. Ezek a legnehezebbek. Így van, talán ezek a legnehezebb mérkőzések. És az érvényes egyébként a Vidire is. Tehát a Vidi is, amikor egy Fradival játszik, hogy maradjunk már mindig a Fradinál. Még kiderül a végén titokban a Fradival. Ez biztos, hogy nem derül ki. Nem annyira titokban. Fölszívja magát, megszívja magát, de abban a pillanatban, amikor gyengébbekkel játszik, akkor nem. Ez volt a válogatottal szemben is az én élményem a lengyelekkel. Csodálatos meccset játszottunk. A világ hatalmasat változott, mert még Albert Florianék idejében emlékszünk rá, láttuk, legalábbis Ede is biztos láttam, meg én is láttam őket játszani. Más volt, akkor a labdarúgásról szólt a kitörési lehetőség a gyerekeknek itt országon belül, és akkor utána valahogy, és akkor az országból kitörési lehetőség volt a labdarúgás, mert egyébként más nem tudott eljutni nyugatra. Tehát most viszont olyan pénzek mozognak a világban a labdarúgásban, hogy nekünk esélyünk nincs a következő 20 évben. Hát ez lett a gyerekeknek a mai motiváció, igen, mert nem is az útlevél, de az a bizonyos bankszámla azért az komoly felhajtó. Hát azért jó magyar forintban is elég rendes bankszámla. Lehet itt, hogy is keresni. Itt a magyar bajnokságban nem csak az első osztályban, hanem a másod, meg a harmad osztályban, osztályban is. Szóval... Igen, bár egyébként a régi futballistáknál, ne haragudjatok, az útlevél megvolt, meg... Nem tudom, ha megnézem a videóton egykori játékosait, az aranycsapatról beszélek, ugye a Diszlipertivel kezdődik, és valahol Szabóval végződik az elején. Ha őket megnézem, a nagy többség, nézzétek meg, hogy hova jutottak. Tehát igazából szegény emberek. Ennek a városnak a legjobb játékosai. Tudod, mennyi volt akkor a meccspénz? Azt hiszem 1600. Tudom, szóval, minimális. Szóval nem az volt a baj, mert egyébként ők megérdemelték volna. Egy olyan korban fociztak, igen, amikor nem volt ekkora pénz még a labdarúgásban, illetve ők még azt se kapták meg, ami egyébként akkor benne volt, mert hát ismerjük számos esetükben a történetet, hogy nem mehettek ki nyugatra, mikor mehettek ki, akkor még ugye ezt korban is korlátozták. Nyilvánvaló, hogy egy Csongrádi Feri az ő képességével focizhatott volna ott, mint most a legjegyzettebb magyar. Pláne, hogyha mondjuk 20 éves korában kerülhetett volna ki nyugatra, mert azért annak a rendszernek az is egy óriási bűne volt szerintem. Magának a társadalmi rendszernek is, meg az egész futballszisztémának is, hogy már amikor lefelé tartottak, akkor mehettek külföldre játszani fiatalon, akármilyen karriert futtattak volna benne, mert náluk a képességekkel még nem volt baj. Még egy szempontot szeretnék az előző kérdéseddel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a válogatott, amit én szívesen nézek, lehet, hogy nem játszanak valami lebilincselen módon, de van a játékban rendszer, mert van egy kiváló szövetségi kapitány, ez Marco Rossi, ez tud valamit. Én bennem mindig párhuzam ébredt. A himnuszt is benne, igen, amíg azt is megtolta. A Kovács Ferenccel, mert a Vidától se játszott volna soha UEFA Kupa döntőt, bocs, Diszlipetiék, hanem Kovács Ferenc az edző. Kovács Ferenc is egy olyan fajta realista volt, aki ki tudta hozni a játékosokból azt, ami van bennük van, vagy talán még többet is. És csapatot tudott csinálni. Annak köszönheti a Vidot, hogy odáig jutott. És akkor itt az előző kosaras példára visszültve, én szerintem a Vida, a Alba Fehérvárnak, majdnem Alba Kompot mondtam, miután a közönség még mindig Alba Kompot emlegeti magam is. Szóval itt meg ezt érzem a gyenge pontnak, nem csak most évekre visszamenőleg nincs egy igazán karizmatikus edző, Zunic óta nincs a csapat. Én a Forrai Gábor egy szimpatikus pari, szurkoltam is neki, mikor idejött, mondom, na idejön, hát kinek nem szurkol az ember, a spanyoloknak is szurkol, az ember szurkolt tiszta na, szívvel, hát csak látod, hát sajnos. Itt volt a spanyol edző, akit még a Kofi hozott ide annak idején, hát. Aztán... Kellenek a hogy mondják, a hét szegény, milyen esztendő? Bocsánat, megint eszembe a... Szűk esztendő kell, azt ugye aztán tudjuk, olykor ez persze sokszor hét lesz, értékelni a sikereket. Én nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek, bevallom, nagyon élveztem, és nagyon jó hallani azokat, akik ezt a egész műfajt itt Fehérvárról megteremtették, televíziózásról, sportról, újságírásról is legyen szó. Hát remélem, hogy még sokat fogunk tudni
beszélgetni hasonló körben. Egyetlen kérdéssel zárnám, és azért Zolihoz fordulok, mert ő valahogy a kosárlabda körből kimarad. De ha a sportolásról van szó, mint végzett tevékenységről, akkor neked ugye nagyon jelentős zarándok útjaid voltak még a közelmúltban is, és én ezt egy maximális sportteljesítménynek tekintem. Most igaz, hogy meg akarod csinálni a kék túrát? Én szeretném, de ez eljutott ideig. Szeretném megcsinálni. Tehát itt nem arról van szó, hogy megcsinálni a kék túrát, aztán kész, hiszen ezt nagyon sokan megcsinálják mondjuk 4-5-6 hónap alatt. Én úgy szeretném, hogy egy gázon. Tehát hasonlóképpen, mint amikor Erdélybe elmentem, fölmegyek a kék túra északi részére, és onnan végigmegyek egészen. Az Írott-kőig. Igen. Hát én nagyon-nagyon szurkolok, és majd szóljál, amikor indulsz azért, vagy ha erről valamiféle dokumentációt hozol, mert ezt nagyon szívesen meg is mutatnánk. Na, jó, hát ezt nehéz megmutatni, mert azok kell jönni. Igen, én azokat is becsülöm, aki 10 év alatt teljesítik be, maga az élmény a lényeg, de nagyon nagy teljesítmény lenne itt azért tényleg, hogyha ez sikerül. Hány kilométer összességében van? 1200 körül van? 1150 után. Hát a felső az észre, ugye már van már teljes kék kör is, ami az egész országot körbe éri, de a klasszikus kék túra az 1156, hogyha jól emlékszem. 6-10 kék egyek egy kicsit, meg hogy benned is erősítsem a hitet, hogy meg lehet csinálni. A lányom a barátnőjébe lesz egyszer végigcsinálta. Tehát a kiinduló ponttól kezdve egyfolytában. Mennyi idő? 31-32 nap az alatt. Jó. Na, igen. Mondják valami biztosan, Zoli. Hajrá, Zoli. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. És köszönöm szépen a kedves nézőknek is a figyelmet. Viszontlátásra.